Ezek a felvételek Pécsen, a Budai Iván mögötti területen készültek néhány nappal ezelőtt. A Baranya megyei kormányhivatal munkatársai a Biokommal közösen álltak neki az illegális hulladékot elszállítani a telekről. Közel 3000 tonnára becsülik itt a szemét és az építési törmelék tömegét. Most arra jelentős mennyiséget számoltak fel a szakemberek. Itt azonban nem állnak meg, további területek megtisztítását tervezik még az idei évben. Körülbelül 30 baranyai helyszínen szeretnénk az idén megtisztítani a területeket a hulladéktól, de jövőre szeretnénk ezt a programot folytatni. Ez nem csak baranyai, hanem valamennyi kormányhivatal. A központi költségvetésben egy közel 5 milliárdos forrás összeget kapott ebben az évben, ebben a programban. Az ilyen és ehhez hasonló lerakók megszüntetése érdekében egyébként tavaly alakult meg a kormányhivatalban egy ezzel foglalkozó szervezeti egység. A hulladékgazdálkodási osztály eddig 628 eljárást indított, a hivatal ugyanis hatósági eszközökkel is segíti az illegális lerakók felszámolását. Azokat az illegális hulladék lerakókat próbáljuk felszámolni hatósági eszközökkel, amelyek hát talán minden nap, aki út mellett jár vagy erdőszélén látja, felhalmozottak. Értünk el sikereket, közel 8000 tonna illegális hulladék szűnt meg a tavalyi évben ennek a szervezeti egységünknek a tevékenységének az eredményeképpen. Az illegális hulladéklerakás nem csak környezeti károkkal jár, hanem jelentős anyagi terhet ró az állami szervekre, az önkormányzatokra és az ingatlan használókra egyaránt. A kormányhivatal épp ezért fel is kutatja a szemétkupacok tulajdonosait. A hulladék jogsértő módon való elhelyezésének pedig nem csak anyagi következménye lehet, hanem akár 8 éves szabadságvesztéssel is járhat egy ilyen cselekmény.